Nem csak a felnőtt vizes világbajnokságnak, hanem az iskolai úszó VB-nek is Magyarország ad otthont 2017-ben. A hazai rendezésű világversenyről Balog Gáborral, a Magyar Diák Sportszövetség elnökével beszélgetünk, olimpiai ezüstérmes többszörös világ és Európa bajnok ötusázunk. Szia Gábor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Na hát gyakorlatilag, hú de megpesdült itt a hazai sportszervezés, rendezés minden szempontból. Ugye hát az, hogy vizes világbajnokságot rendez 2017-ben Magyarország, ez gyakorlatilag egy, egy klasszis hír, és azt gondolom, hogy, hogy való igaz, hogy bár sok nagy szabású világesemény részese volt a Magyarország kajakörű körül világbajnokság tornász, és meg sorolhatnám. Ugye itt azért a, a, a vizes népszerűsége, meg létszám, amiért értelemszerűen ez lesz talán minden idők legnagyobbja. Ehhez képest a, az iskolai úszó világbajnokság milyen kört fed le? Tehát kiket képzeljünk ennek a versenysorozatnak a versenyzői közé? Hát és ne felejtsük el, hogy milyen jó hír lehetett ez a mostani menő úszoknak, akinek Persze? valaki mondjuk nem bírja még már kivárni azt, hogy 2021-ben hát, tudod, hogy milyen hazai közönség előtt versenyezni. Pontosan. Nagy világeseményen, ez azért egy egészen elképesztően különleges érzés egy sportoló életében, és hát pláne nyilván egy vizes vb az csak dolog lehet. a Cselacival beszélgettem <laughs> tegnap, és mondta, hogy hát azért neki ez egy igen, igen kellemes <laughs> döntés volt, hogy a 2021-et valószínűleg nem te élte volna, volna meg. meg, mint élsportoló. Uh -huh. És ne felejtsük el, hogy 2017-es év az nem csak erről fog szólni, hanem arról is, hogy hatos döntőt szervez Magyarország a vízilabda uh, Bajnokok Ligája döntőjével kapcsolatban, ami egy tényleg fontos dolog. Én azt gondolom, hogy így az iskolai uh, úszóvilágbajnoksággal kiegészülve valójában egy uh, úszó nemzet leszünk abban az évben. A, International School Sport Federation, tehát a Nemzetközi Iskolai Sport Szövetségnek a rendezvénye az, amit sikerült Magyarországnak és a Magyar diák Szövetségnek elhódítania. Ez egy, bocsánat, egy pályázat alapján sikerült? Vagy természetesen ez, hogy... ez pályázat alapján, tehát Brazília a... is egyébként pályázott. Kicsibe, tehát úgy kell elképzelni, ugyanaz a feladat és ugyanaz a fajta körülmény, ugye? mint amit az ember egy nagy esemény rendezésénél, mint pályázó el kell, hogy kövessen, ezt kvázi kicsibe ugyanúgy végig kell csinálni. Pontosan átolt szették, ugyanúgy Aha. ezt le kell zongorázni. A Brazília is egyébként a pályázók között volt, és sikerült a kollégáimnak egy olyan diplomáciai bravúrt elérni, hogy mégis Magyarországnak a pályázatát fogadták be, és mi voltunk azok, akik ezt elnyerhettük. 15 éves korosztálytól, mint ahogy kérdezte, 18 éves korosztály, tehát a középiskolai is, közép korosztály, aki érdekelt ezekben az iskolai sportversenyekben, a legnagyobb iskolai sportverseny egyébként ezek a világbajnokságok. Azért még egy érdekesség, hogy 2012-ben, amikor az új elnökséggel elkezdtük a munkát a Diák sportszövetségben, akkor én font, nagyon nagy hangsúlyt kívántam fektetni arra, hogy a diplomáciába, a sportdiplomáciába erősítsünk. Mivel látható volt az, hogy minden sportszövetségnek az az érdeke, és egyébként a kormány is kimondta azt az álláspontját, hogy minél több hazai világverseny legyen, szerintem nagyon jogosan Magyarországon. Mi szerettünk volna ugyanehez a a célhoz illeszkedni, fölnőni a feladathoz, és gyakorlatilag erősítettünk a nemzetközi vonalunkon, és az azt eredményezte, hogy nem csak 2017-ben, hanem már 2016-ban jövőre is egy nagy világeseményt tudunk rendezni, hát az iskolai világbajnokságok körében ezek a nagy versenyek, ez pedig a mezei futó világbajnokságot is elhoztuk. Mind a két verseny egyébként áprilisban lesz, tehát 16-ban is áprilisban lesz a mezei futó világbajnokság, aminek a helyszíne egyébként a Margit sziget lesz és 17-ben ugyancsak áprilisban lesz egyébként, vagy kerül megrendezésre a, az úszó világbajnokság, amit <laughs> nagyon szépen elmondok, hogy milyen számokból áll. Abszolút érdekes érdekel, <laughs> sőt mert hogy azért, ha már arról beszélünk, hogy nagy rendezvény, akkor ugye a nagy vizes világbajnokság kapcsán az ember nyilván nagy volumenekbe gondolkodik. Milyen létszámba kell gondolkodnunk egy, egy ilyen világesemény kapcsán? Tehát Hány résztvevőt érint ez? Körülbelül 400-500 versenyzőről, tehát tanulóról fogunk beszélni, és az őket kísérő uh, személyek azok, azok uh, jóval, azért kevesebbet tesznek ide. Uh, 400 versenyzővel számolhatunk. Mi nagyon szeretnénk, mert az áprilisban lesz ez a rendezvény. Reményeink szerint meg ugye azt hallottuk, hogy márciusra átadják a Dagály úszoda területen lévő gyönyörű új úszoda komplexumot. Mi nagyon bízunk benne, hogy lehet ez egy egy felavató verseny, Ezt tehát kérdezni, oda bekerülni. Hogy, ugye ez egy nagyon sarkalatos pontja lesz itt a dátumoknak, mert hát nyilván azért, ugye a miniszterelnök úrtól hallottuk azt is, hogy ahhoz, hogy 17-re a nagy vízes minden részlet összeálljon, ahhoz egészen elképesztő, nem csak, hogy ugye külön kormánydöntéskel és törvénykel kell alkotni, de ugye azt is lehet tudni, hogy itt valóban mindenkinek gyakorlatilag bokázva csatasorba kell állni, és tartani a dátumokat, és tartani nagyon keményen a határidőket. Tehát a kérdés valóban az, hogy egy ilyen volumenű rendezvény, gondolom, ezek szerint Budapest központtal, milyen infrastruktúrális kereteket, vagy keretek közé kerül majd, tehát meg lesz e már azok a létesítmények vélhetően. Pontosan Most, ezért, azért terveztük, mivel az úszószámok is és egyébként a versenyszabályozás is azt írja elő, hogy egyébként nekünk is rendes versenykörülményeket uh -huh. kell biztosítanunk, tehát a kérdés ilyen tekintetben is helytálló, hogy mindenféleképpen egy normál olimpiai vagy bármiféle komoly világversenyre alkalmas helyet kell találnunk, ezért szeretnénk nagyon és örülnénk, hogyha valójában eddigre elkészülne az uszoda is ott helyet kapni. Gyakorlatilag minden versenyszámban 50 és 100 méteres döntőt rendez az iskolai uh -huh. világbajnokságnak a, 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 a napja így gyakorlatilag, gyorsúszásban, mellúszásban, hátúszásban és vegyesúszásban. Van 200 méteres vegyes váltó, ami még külön van, és 200 méteres férfinői vegyes. Hat fős csapatokat lehet indítani. Két csapatot indíthat egy, egy nemzet egyébként, egy iskolai csapatot, és hogyha valaki elindít egy iskolai csapatot, akkor indíthat mellett egy válogatott csapatot is. Tehát igazából a gyakorlatilag a korosztályos szinten, a 15-től 18 éves korosztályig el lehet egy válogatott úszó csapatot is, ami azért fontos, mert ne felejtsük, hogy 2017-ben például EOF is lesz, ifjúsági olimpiai fesztivál. Mondani akartam, hogy jó nem is beszéltük, pedig az egy igen, igen jelentős esemény verseny ben. lehet nekik igen. Na most viszont, ha ugye arról beszélünk, hogy úszás 15-től 18-ig, akkor azért, hát gondoljuk csak Gyurta Daniel első olimpiai ezüstjére, ugye, ahol gyakorlatilag 14 éves volt, mert gondoljunk egyáltalán arra, hogy az úszásban valóban 15-től 18-ig már felnőtt válogatottak is megjelennek a nemzetközi porondon, sokszor nagyon eredményesen. Mennyire, mi a tapasztalat, mennyire veszik komolyan, ugye, ezek a nagy úszó nemzetek, akár ennek a viadalnak a fontosságát, tehát elküldik-e ennek a korosztálynak a korosztályos legjobbjait, vagy Mondjuk úgy tegyük fel, miután ebben az évben ugye nagy VB lesz, esetleg spórolják az energiáikat. Vegyes a hozzáállás a nemzetek tekintetében. Természetesen, mivel hazai versenyről beszélünk, én nagyon fogom ösztönözni és kérni egyébként az szövetséget, hogy ebben álljunk össze. Egyébként meg is kerestem már Gyárt elnök urat, és nagyon nyitott volt arra, hogy hogyan tudunk együttműködni, akár szakmailag, akár bármilyen kommunikációs tekintetben a, mivel ugye olyan versenyekről van szó, ami mind az úszó sportot erősíti, én azt gondolom. Tehát oda fogunk arra figyelni, és én személy én nagyon oda akarok arra figyelni, hogy egy nagyon erős iskolai csapat is jön létre, és mellette egy nagyon erős válogatott csapat. Jó, is. hát ez ugye egy rendező országnak mindenképpen presztízs kérdés, annál is inkább, mert azért a korábbi ilyen, uh, ilyen iskolai úszóvilágbanokságokon azért nagyon előkelő helyen végeztek a miénk harmadik, egyedik pozícióban a férfi női válogatott, ugye? A, azt kell tudni, hogy van egy, az ISF-nek van egy olyan verseny, egy AD, amit uh -huh. minden négy évben rendez. Az ISF világbajnokságok egyébként minden évben vannak. Ez a gimnáziádé ugyanaz, mint az AD, csak Igen. ott ugye az egyetemi, ez pedig. Azt nagyon komolyan veszik a nemzetek egyébként, és ott a tavalyi évben az eddig legjobb eredményt értük el, az úszok gyakorlatilag taroltak 5 vagy hét aranyérem, azt hiszem, hogy öt aranyérmet és hét ezüstérmet szereztek, tehát nagyon-nagyon szépen szerepeltünk. Szuper, na no, hát akkor úgy tűnik, hogy, hogy az energiákat érdemes ezt pontosítani, így ahogy fogalmaztál, ez lehet egy, egy nagy előteszt versenye is az új létesítményeknek, az talán különösképpen pikás lenne, és szerintem mindenképpen nagyszerű, ha, ha ilyen fiatalok, és tényleg a, a feltörekvő generáció tudná felavatni ezeket a rendezvényeket. Hát itt most már csak egyetlen feladat van, ugye a, a fiatalokat a lehető legjobb formába hozni, és a létesítményeket elkészíteni időre. Reméljük, ez meg lesz egészen biztos, hogy addig még beszélünk a rendezvényről, meg az addig zajló folyamatokról. Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.